Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Mász Gergely, azaz Gergely. És Balogh Dávid, azaz Blacky. Na, a röhögés Mász Gergely mikrofon és kamera beállításának és szólt. És kormány. És kormány beállításának szólt. Köszönjük szépen, Gergő. Na, négyen vagyunk, azt se tudom mondani, hogy négyen, mint a gonoszok. A négy muskétás, az jobban illik most ránk. Csapjunk a levesbe, mert rengeteg sok hírünk van. Ezzel most ütöttem magamat, illetve próbáltam fokozni az ünnepélyes hangulatot, és melyik az, amelyik rám akar írni, de én nem hagyom, mert a fülembe pittyeg. Nem tudom. Na, első cikk. Red Hat Full of Steam. Ki rakta ezt be? Krisztián szerintem. Te nézted egyébként? Igen, el is olvastam. Tehát azt hiszem, hogy volt már egyébként podcastben erről szó, hogy a Nicorette leváltotta a tapasztalt elektromos cigarettára, de kvázi. De a Nicorette kihozott egy cigaretta formájú inhalátort gyakorlatilag, amelyik ugye nem gőzt képez, hanem finom permetet lehet vele belélegezni, ami azért valljuk be, kissé analóg az elektromos cigarettával, és a cikk az arról értekezik, hogy mennyire álszent dolog gyakorlatilag ezt eladni, egyrészt mint újdonságot, másrészt pedig ez is nagyon jó szemléltet, illetve mutatja azt, hogy a gyógyszeripar mennyire retteg az e-cigarettáról. Egyébként ez a fajta hangulat rá fogja nyomni az egész podcastre a bélyegét, mert úgy látszik, hogy összehangolt támadás indult az e-cigaretta ellen gyakorlatilag. És hát ennek egy ilyen gyöngyszeme ez a Nicorette által kitalált és óriási, odakint már egyébként óriási reklám hadjárattal beindított új eszköz, ami gyakorlatilag egy olyan párologtató, amivel nikotint juttatsz a tüdődbe, sokkal, de sokkal nagyobb cseppméretbe, és ez az én véleményem, mint az elektromos cigaretta. Illetve ezzel valahol beismerik azt, amit mi nem szoktunk egyébként mondani az elektromos cigarettáról, hogy ez leszoktató eszközként is működhet, de ha a Nicorette-nek ezt a megoldását nézzük, akkor akár mondhatnánk azt is, hogy az elektromos cigaretta is ugyanezt tudja. Nem tudom, kinek van még erről véleménye. Nekem úgy az egész ez az első cikk, ez megadja a mai műsornak az alaphangulatát, és nagyon sokszor vissza fog ez még köszönni, ez az álszentség, és az a baj, hogy nem csak külföldi vonatkozásban, nem akarok minden patront ellőni, de Krisztián szelleme itt lesz közöttünk, úgyhogy az még egy külön egy... Annak ellenére, hogy ő most szórakozik. Hát, ugye? Ezt a kimaradását, ezt igazolatlan távollétnek fogom az osztálynaplóba bevésni. De nem normális. Egyébként, mikor írtad ezt a Darwin díjas lesz a Nicorette-t, én megmondom őszintén, erre nem tudtam ránézni, mert pont erre a linkre sem annyi időm volt ma, mint kellett volna, és rohanás az életem. De egyből az ugrott be, hogy ez a nyelv alá rakhatós, nikotinos film, amit mostanában reklámoznak, hogy erről lesz benne szó, de hála Istenne nem arról, de mégis egy bődületes nagy ökörség, és mindenki úgy próbál valamit eladni, vagy beállítani, és itt lesz a következő visszaköszönés majd egy másik témában, minthogyha az valami világmegváltó dolog lenne. Hát igen, pedig vicces az egész. Itt egyébként a londoni metrónál is kim van ez a szép plakát, vagy matrica, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Ez a Don't Vape, Quit for Good, ugye ne gőzölj,
hanem felejtsd el a cigit örökre, fejezd be és kész. Ez ugye a Nicorette Quick Mist, ez tulajdonképpen egy szájspray amúgy, tehát tulajdonképpen amikor rád jön az inger, hogy rágyújtanál, akkor befecskendezed a szádba. Egy pumpás dezodor majd, hogy nem, csak ugye nem testszag ellen van. Megszereztem az összetevőinek a listáját. Nagyon jó, nagyon jó. Persze, jó. Hogy érdekel minket. Az is, hogy akkor mennyi milligram nikotin tartalmaz. Ezt sajnos nem tudom, mert csak a listát találtam meg. Az összetevőknél itt kint legalábbis az a szabály, hogy ami a legnagyobb arányban van jelen az adott anyagban, az van legelő, tehát olyan sorrendben vannak, hogy minél, melyik anyagból van benne több. Propilén glikol az első, ezt ismerjük. Így van. Glicerol, azaz glicerin a második. Aztán van itt egy harmadik, amit anhidrous etanolnak van írva, tehát nagyon jó. Valószínűleg valamiféle alkohol, etilalkohol, trometamol, de még jobb, poloxamer 407, oké, nátrium hidrogénkarbonát, levomentol, hanyadik, várjál, hanyadik összetevőnél tartunk? Ötödik, ha jól számoltam? A hatodik volt a nátrium hidrogénkarbonát, a hetedik a levomentol, a nyolcadik az a mentol ízesítő anyag, a kilencedik... Álljunk meg egy kapavágásra, nem arról volt szó, hogy a mentolt is betiltjuk? Bocsánat? Igen, érdekes. Aztán van itt egy ilyen, hogy cooling flavor, azaz valami hűsítő aroma. A mentolt is mentolosítják. Így van. Szukralóz, tehát valami édesítőszer. Aztán kálium acesulfám, azaz az aszpartám. Még egy édesítőszer. És most jön a kedvencem. Hidrochloric acid, azaz sósav. A jobb torok hatásért. Igen. Tudod, akinek elég TH-s, annak szó szerint marja a torkát a cigi. Igen. Purified water, azaz tisztított víz, aqua purificata a gyógyszerész nevén, és nikotin. Ezek az összetevők vannak benne. Ez mennyi? 11? Hát sokkal több. 2, 3, 4, 5, 6, 13 összetevő plusz nikotin, tehát összesen 14. 14. Indultunk onnan, hogy 4. Igen. Ez valóban zsír. Ebben már egyébként teljesen fölösleges tisztított vizet tenni, csak így szólok. Ez így önmagában, ez így önmagában azért, azért az érdekes, hogy édesítőszerből, ha legóvatosabbak vagyunk, akkor is van belőle benne kettő minimum. Igen. Hát a jobb íz miatt, tudod? Ja, vagy tudod úgy, hogy mindenkinek el tud adni, még én raknék bele a helyükbe még egy kis nyírfa cukrot. És ez nem lehet, hogy ez kapudrog? Hát... találtam egy képet a flaskáról, 1 mg per spray, azaz egyszer megnyomod, akkor 1 mg nikotinnak megfelelő, vagy 1 mg-nyi nikotint fecskendez a szádba az oldattal együtt. És... tehát ha ebbe egy dohányos 10-szer beleszív, mint ahogy azt egyébként tennél a cigarettájával, hát, akkor 10 mg-ot így lazán. Becsuktam a szemem, és láttam a lelki szemeim előtt, ahogy a bobik kint helyszínelnek, körbe van rajzolva az ember, az egyik kezében egy spré, és megkérdezi az egyik bobi a másiktól, hogy lett öngyilkos, és azt mondja a másik, halálra sprézte a száját. Ez hihetetlen. Ha csak számolunk, ugye 10 spré fújás 10 mg, igen. Így nyomja, mint az őrült a nyelve alá, mert hogy egyből az ugrott be, mint a szívgyógyszereknél, tudjátok, a nyelv alá kell tenni, pillanatok alatt felszívódik, és a véráramba jut. Befújom a nyelvem alá, fújok 5-öt, 6-ot, 8-at, 10-et, azt utána egyből csak azt érzem, hogy fú, szédülök, fú, hány ingerem van, rókázok, elgyengülök, elájulok. Ebben totál benne lehet. Arról nem beszélve, hogy Nicorette Quick Mist Mouth Spray 150 fújásra elegendő folyadék van ebben a flaskában, tehát mondjuk azt, hogy 150 mg-nyi nikotint tartalmaz. Ez így van. Mennyit tartalmaz a legkisebb? Mennyit tartalmaz a legkisebb utántöltő folyadékotok? Mondjuk csak, a legerősebb. A legerősebb az ugye 24 mg per milliliter, 10 milliliteresben ez 240 mg. 240 mg, és mondjuk
Nem leszek gonosz, ha az valaki a cseppentőjét fönnhagyja és a szájába akarja csöpögtetni, az lehet, hogy beletart 5 percbe is. Hát, ha nem többe. Ha nem többe, míg egy ilyet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és már a számban van 10 fújás, tehát 150-szer gond nélkül megnyom ki mondjuk másfél perc alatt. Azt vegyük be, száz, hogy... De ennek mekkora lehet az űrmérete? Tehát szerintem ez a 150 befúvás, ez mennyi lehet? 3 szerintem millió? Ez... Na, szerintem ezeket 2? Nagyobb kiszerelésben... Kb. Szerintem ez akkora lehet, most van nálam egy ilyen spré, a feleségem vette a gyógyszertárban, egy akkora körülbelül, egy picit nagyobb, mint a 30 millis üvegcse, szélesebb egy picit, de magasságra körülbelül, akkor én így tudom ezt elképzelni, hogy kompakt legyen zsebben hordva, és ha éppen úgy érzed, de hogy... Charlie, ez ebben biztos, tehát a 150 kifújás, az millibe átszámolva szerinted mennyi, mert ez nagyon pici cseppekbe porlaszt, tehát itt van némi trükk a dologba, tehát nem annyi fog kijönni bele, mint egy orspréből. Érted? Én azt tippelem, hogy ebből ilyen 3-4 milli lehet a full mennyiség, amiből ez a 150 befújás kijön. Hát, az pedig nikotins, nikotin sűrűségre azért nagyobb, mint a 24 milligrammos. Én egyébként ezt már fejben már tovább is fejlesztettem. Ugye az alkoholos vaporizátor, amit már kitárgyaltunk két adás alatt, és a nekem volt régen az aszmásoknak ugye a turbuhaler nevezetű szerkezet, ami magán átszívod a levegőt, ugye? Tehát nem ez, ami ugyanígy fejjel lefele fordított, hanem a turbuhaler, tekersz rajta kettőt, a megfelelő mennyiségű koncentráció anyag belejut a szerkezetbe, és szívsz egy nagy levegőt, és ezzel a tüdődbe lejuttatod azt a nagyon finom aeroszolt, illetve hát nem is aeroszol, mert az porított anyag, és ott könnyíted meg az oldódását, és a hörgőket ugye nyugtatod. Ilyen is lehetséges, hogy elő fog kerülni akkor hamarosan. Ha már a nyelv alá lehet, akkor egyből lehet ez gyorsítani, és juttatni még mélyebbre. Igazából szájnyárka hártyán keresztül is nagyon hatékonyan felszívódik a nikotin, ami azt illeti, de közben megtaláltam a mennyiséget, 13,2 ml van egy ilyen spréflakonban, ami 150 pumpálásra elegendő. Igen, de az a 13, valahány tized milliliter, abban 150 mg van. Így igaz. Így igaz. Tehát ez mondjuk egy 12-es levesnek felel meg. Ezért kell bele szerintem az a sok édesítő, meg mindenféle íz. Ezt mondhatjuk persze nyugodtan ízfokozónak, vagy ízelvevőnek, hogy fogyasztható szintre hozzák azt a borzasztó szarízű likvidet. Arról szól-e a fáma a leírásban, hogy ez eldobható vagy cserélhető benne a történet? Úgy látom, hogy ez egybe van építve az egész, nem látom, hogy árulnának hozzá utántöltőt. Blisterben van... Tapsoljuk meg őket, nagyszerű szóval tényleg. Igen, köszönjük blisterben szépen. Blisterben árulják, tehát ez a karton hátlap zsugorfólia az elején, egyes, illetve duó pakban, és ennyi. Utántöltő nincs, meg kell venned ezt a vackot, ez egybe van építve, kész. Valószínűleg azért, hogy gyerek vagy bárki, aki ezzel akar játszani, ez ne tudja csak úgy könnyen fölnyitni. Arra tudok gondolni, hogy ez ilyen ultrahanggal összeheggesztett műanyag házikóban foglal helyet. Ettől függetlenül a pumpálás abban nem hagyása ugyanúgy problémás lehet. De hogyha már erről van szó, hogy gyerek meg hogy használjuk, mint használjuk, hogyha úgy érzitek, hogy ezt a készüléket eléggé kibeszéltük, akkor... Akkor de ha van még én annyit hozzátennék, hogy ez egyébként jó lesz vízkőoldónak is, tehát a sósav tartalmaz biztos, hogy... Ennyi erővel kólát is inhalálhatnánk. Igen. Szóval a másik főcsapás irány a héten, és milyen jó, hogy nem tegnap volt az adás. De milyen jó. Az a WHO-nak az újabb ügyeletes agymenése, az egyik része. Ez, hogy meg akarják tiltani, hogy én
zárt térben vépelhessek. Mondja ezt a World Health Organization. Hát elmennek ezek a picsába. Finom voltam és nőies. Ezek bizony el. Tehát én vártam volna azt, mint ami a dohányzásnál volt, hogy az első 10-20-30 évet azt így ki lehet blitzelni, és jönnek majd a plakátok, hogy attól leszel erős, hogy testedzés mellette ecigit szívsz. Nem, itt bírtuk 2 évig, 3 évig, és aztán minden fronton támadnak, és most... Ebben nincs nagy tőke, tudod, ebben nincs nagy tőke, ez csak kisker van, meg a kínai beszállítók, és oszd be! Esetleg azok a likvid gyártók, akik kisebb volumenben dolgozgatnak, ugye, és keverik a löttyöt a jó népnek, és plusz, tehát ebben nincsen... Pedig a WHO állítása szerint a nagy dohánygyártó cégek viszik ezt a piacot. És akkor én is úgy vettem. Ezen így elgondolkoztam, hogy azért ennél liberálisabb piac nincs ma, ami ennyi kis, apró, innovatív céget, akár likvid keverésbe, akár készülékelő állításba, akár felújítható kazánba. Tehát nem, egyszerűen nem értem. Tehát ezek vagy nem ismerik a világot maguk körül, vagy megint egyfajta ilyen hisztériakeltés folyik, egyébként biztos, hogy az hát folyik. Hát már csak azért is, mert hogyha csak a címét nézzük a cikknek, jönnek a mérgező e-cigarettával, a zárt térben passzív dohányzással, hát most passzív vépeléssel, amiről már N plusz egyszer be lett bizonyítva, hogy másodlagos olyan hatása, mint a kilélegzett cigaretta füstnek, nem kimutatható. És most azért mondtam lassan, hogy nem kimutatható, mert nem hát, mutatható ki. Ó, a WHO, igen, majd ezt fogja biztos Google Translate-tel fordítani. Ettől nem félek, de na, szóval ilyeneket kapnak így tollhegyre, és innentől kezdve ugye már a mondatban benne van a WHO, tehát nem az van benne, hogy a és ne sértődjön meg senki, aki Kistarcsán lakik. Nem a kistarcsai közértes mondja, hanem a WHO, és innentől kezdve aztán változtatás nélkül átveszi N plusz egy hírportál, és kész tényként közlik a hülyeséget. Igen. Nem tudom, mennyire láttatok a Twitter feedeket, amiket a WHO munkatársai nyomtak. Hát hallod, az én azt nem akartam elhinni, hogy azt hittem föltörték a fiókot, mert én nagy twitteres vagyok, és föl vagyok iratkozva például a WHO-ra is, és olyan blödségeket így belekiáltunk a világba, hogy az úgy van. És úgy van. Mert én mondom. Emlékeztek a H1N1 madárinfluenza hisztériakeltés, aminek egyébként a WHO volt a fő vezénylője. Aztán jelentek meg cikkek erről a világ sajtóban, hogy hát bizony-bizony ott az oltógyárak a WHO tanácsadó testületét némi, hogy is mondjam, bankszámlás átutalása próbálták abba az irányba terelni, hogy a hisztériakeltés megfelelő legyen. Én nem akarok ebből összesküvés elméletet gyártani, mert szerintem nem kell, mert akinek van egy icipici agya, az látja, hogy mi folyik a háttérbe, de ez a fajta ellenségkép keresés ugye két nagy volumenű iparnak okozhat kiesést az e-cigaretta. Az egyik a gyógyszergyártók, akik a különböző tapaszaikkal és egyéb leszoktató eszközeikkel mondjuk piacot vesztenek, a másik meg a dohánygyárak. És, bocsáss meg, én ezt picit átfordítom, tehát ez két érdekcsoportnak nem áll érdekében az e-cigaretta, az egyik az állam, a másik a gyógyszeripar. Az egyik abban érdekelt, hogy cigarettát vegyél, a másik abban érdekelt, hogy ha már beteg vagy, költsd a gyógyszerekre és az ellátásodra. Zárójel bezárva, folytathatod. Jó, tehát nyilván ez is egyfajta presszió azért, hogy nehogy már valaki tudjon, és kihangsúlyozom, aki itt ma
ebben az országban e-cigarettát fogyaszt, az nem azért teszi, hogy leszokjon, hanem azért teszi, hogy egy nem annyira káros alternatívát válasszon magának, mert nem akar abba beledögleni, hogy dohányzik. Ezért kitalálta, hogy alternatív módon viszi be azt a piciny nikotint, amit egyébként a kockázataival együtt vállal, és ezt megteheti, még megteheti, de ha majd a fogyasztókat is büntetni fogják, akkor már nem teheti meg. Szóval azért az vicces, gyerekek, hogy a kábítószert a környezetünkbe egyre több helyen kezdik el engedélyezni, az e-cigarettást meg mint a taknyot el akarják taposni, és egy folyamatos ellenségképgyártás folyik, és már komolyan mondom, már dohányosként is nagyon szarul éreztem magam, de most már kezdem nagyon szarul érezni magam e-cigarettásként is. És ez a fajta társadalmi, nem is tudom, üldözés, ami folyik, az túlmegy minden nem határon. Nem is üld, gyűlöletkeltés. Gyűlöletkeltés. Tehát kezdem megérteni azokat az embereket, azokat a népcsoportokat, vagy nem tudom én, másként gondolkodókat, akiket elkezdenek üldözni. Ez mennyire föl tudja az embernek az életét kavarni. Viva la revolución! Yeah! Na, szóval, tudod, mi jutott eszembe? Egyszer majd ki fogják találni, hogy egészségtelen a szabadban futni. Fussál, bazd meg, az edzőteremben a futópadon. Ha jó, a futópad lobby és a fitness terem lobby ezt kívánja. De figyelj, ott van ez a hülye történet az ízesítéssel. Baszki, hát cukorkát lehet ízesíteni? Hát a harmadik halálok a világon a túlzott cukorfogyasztás. Azt lehet? Savanyú cukrot lehet gyártani? Egyébként mit hát szoktak mondani a... már a francba, mit tényleg szoktak mondani a finomított cukorra? Folyékony méreg. Hát nem folyékony, vagy fehér, vagy tököm, fehér, ugye, de méreg. Mindegy, méreg. Méreg. Mert megerősítve, nem megerősítve, de a cukor táplál egy csomó mindent. Többek között a rákos sejteket is. Most ne menjünk ennyire messzire, de ez például érdekes, hogy amíg az elektromos cigarettában van a mentol, addig azt mondják, hogy 2015 vége, mentol lapát, és akkor itt van egy ilyen Nicorette bass, én csak ennek hívnám, amiben a 14 komponensből az egyik az egy hűsítő valami, ami olyasmi hatása van, mint a mentolnak, a másik kimondottan mentol. Akkor most mi van? Tehát a nincsen faji megkülönböztetés, de a busz egyik oldalára a sötét kékek, másik oldalára meg a világos kékek? Világos kékek, igen. Igen. Ja, hát, ez a műsor megy. Ez azért. És itt még nem ért véget az üldöztetés. Van még más hírünk is. A Bécre gondolsz? Igen, igen. Átfutom gyorsan, addig mondjad, mert én... Ja, hogy te nem olvastad a... Hát csak annyit olvastam, hogy átfutottam, hogy címszavakban miről szól, de mindjárt neki veselkedem. Na hát gyakorlatilag ugye itt is a WHO propagandára reagál a Béc és a közösségi oldalakon folytatott WHO kampányra, ami nettó baromság, mondaná Krisztián, ha itt lenne. Tele abszolút megalapozatlan állításokkal, és úgy látszik egyébként a Twitter oldalon is, amiről te is beszéltél, hogy a WHO-ba meg valószínűleg reggel bementek dolgozni az emberek, és már liften ki volt plakátó, hogy mindenki szóljon hozzá valami baromságot az e-cigarettához, és ezt ők természetesen a fizetésük ellenében meg is tették. Tehát egyszerűen vérlázító, hogy a úgynevezett gerilla propagandát így használja egy hivatalos szervezet, mert hogy mondjuk mi így használnánk, annak nyilvánvaló okai vannak, de hogy ők
és na, szóval semmi olyan, mintha ha kiveszett volna ebből a világból a józan parasztéz, az erkölcsi tartás, ha a tudomány már a sútba lenne, és nem azzal kezdenénk valaminek a betiltását, hogy előbb talán meg kéne vizsgálni, hogy valóban mi a helyzet körülötte. Inkább hülye kampányokra költjük el az emberek, meg az adófizetők pénzét, és nem is tudom, tehát és elveszik az életüket. Tehát én már ettől többet nem tudok erről mondani. Ha most kiveszik a kezemből az e-cigarettát, akkor lehet, hogy 2 nap múlva rá fogok gyújtani. Lehet, hogy nem. Tehát ezt én így előre nem tudom megmondani. De ha 2 nap múlva rá fogok gyújtani, akkor a temetésemet meg a gyerekemre fogják testálni, és nem azt fogják mondani, hogy igen, apátokat én küldtem a sírba, majd én eltemetem. Mert egyébként egy normális helyzetben a felelősségvállalás az egy tökös dolog. Csak itt nem vállalja senki a felelősséget. Mert itt igazából senkinek nem is érdeke, hogy bármiféle felelősségvállalást tanúsítson. Itt az az egyetlen érdek van szem előtt tartva, hogy minél komolyabb bevételt, profitot termeljen ez az adott iparág. Teljesen mindegy, hogy most a dohány vagy a gyógyszeriparról beszélünk. Egy a lényeg, itt emberélet már nem számít, úgyhogy innentől kezdve, hát az meg, hogy a WHO partner, az röhely a köbön, vérlázító, és teljes mértékben elveszítette bennük a maradék hitemet is, eddig se volt túl sok jelzem, de azért ez most már tényleg több a soknál, amit megengedtek maguknak, és igen, azért látható volt az ACSH reakcióban is, ugye, amiről a videó készült, vagy hát a felirat készült. Milyen videó? Még nem beszéltünk róla. Jó. De majd fogunk. Mindegy. A lényeg az, hogy nem Béc volt az egyetlen, aki erre reagált, és nagyon világos az, hogy itt tulajdonképpen mi van a háttérben. Jól mutatja egyébként, hogy miről szól a történet, hogy ez csak Oszinak üzenem, történet, 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 történet. Hogy én ezeken a cikkeken már át is robogok, és a kommenteket szoktam olvasni. Ugye előjáróban annyit, hogy Gary Stimson volt az egyik professzor, az Imperial College-nak az egyik nyugalmazott professzora, és társigazgatója egy londoni intézetnek, aki megszólalt ugye a WHO-s történettel kapcsolatban, és itt ráfűzött az egyik kommentelő, és azt mondta, hogy köszönjük Cliff Batesnek és Dr. Gary Stimsonnak, hogy támogatják a dohányosok életét. És akkor ebben minden benne van. Uh-huh. Ez így van. Ez így van. Tehát ez olyan, mint hogyha annak a dohányosnak a látótere elé egy falat akarnának emelni, aki mondjuk, ha kipróbálna az e-cigarettát, át tudna lépni az alternatív nikotinfogyasztás világába. De miután ott van a fal, és folyamatosan egy ilyen megfélemlítő, elrettentő politikát folytatnak, és ez dől mindenhonnan, ezért ez az ember valószínű tényleg abba fog belehalni, hogy dohányzik. Köszönjük szépen! Szerintem ezzel a mondattal, amit én most találtam, le is zárhatjuk. And the winner is. És a győztes a 2014-es Josef Mengele díjra, a gyilkos milliók ideológiájára történet miatt. Pont, pont, pont. Igen. És tényleg nem... Na, ők az igazi... Múltkor ezt aggatták ránk, ezt a jelzőt sokunkra, akik kicsit, hát nem azt mondom, hogy ismertebbek, akik videózgatunk, meg podcastelünk, meg beszélgetünk, hogy mik vagyunk mi, véleményvezérek. Nem, sajnos azok a véleményvezérek, akik ezeket a marhasságokat leírhatják. Ja, és nem mi vagyunk a vérgőzölők. Nem. Mi vért nem gőzölünk.
csak Fincsi, Málna. Málna. Most éppen citromos sütit. De a Bécre egyébként, tehát nem is a Bécre, a WHO-s történetre a jó Farsalinos doki is nyilatkozott, ahogy láttam. Így bizony, és ő is aránylag elég rendesen kiakadt. Mert ugye a címe az rögtön az volt, hogy gyalázatos propaganda, hát nem tudom, hogy szabad fordításban hirtelen, mert csak így olvasom, és úgy menet közben fordítódik az agyamba, tehát gyalázatos az a propaganda, amit a WHO, azok alkalmazottai a közösségi médiában művelnek az e-cigaretta rovására, vagy annak a befeketítése érdekében. Igen, talán ez a legjobb szó rá, a befeketítés. Mert ez tulajdonképpen agyatlan, érvek nélküli vagdalózás, mindenféle hülyeséggel, ami csak hirtelen eszükbe jött. Ha belegondolsz, nem, itt ők nem, nekik nem is az a céljuk, ezt a Farsalinos rögtön az első mondatban le is írja, hogy egy az, hogy ő még ilyenne nem találkozott, azt mondja, hogy példátlan, hogy egy nemzetközileg elismert rangos szervezet, és itt a lényeg, létrehoz a félretájékoztatásából és a nyilvánosság erejét, ugye, amit ők el tudnak érni, felhasználja, hogy félelmet generáljon, és olyan propagandát indítson el, ami nem valós. És akkor el is érik a céljukat, hisz ha megállítasz mondjuk az utcán 10 nem dohányzót, aki nem dohányzik, és nem elektromos cigarettázik, és azt mondod neki, hogy mi a véleménye az elektromos cigarettáról, akkor 10-ből 2 mondjuk azt mondja, hogy semleges, és azt se tudja mi az, és a maradék 8 az biztos, hogy azt fogja mondani, hogy nikotin van benne rákkeltő, és egyébként is büdös, és ugyanaz, mint a cigaretta. Elérik a céljukat, nem kell nekik egy hét alatt, nem kell egy hónap, nem egy év alatt, az ilyen trágya cikkekkel, meg fércművekkel pont elérik, nem rövid, hosszú távon, középtávon inkább, bocsánat. Inkább középtávon. A céljaikat. Pontosan ezzel szembesültem a héten, ugyanis 26-án kijött ez a WHO-s marhaság, akkor indult el ez a Twitter roham is, és 27-én, azaz szerdán, már a Brit Rádió és a sajtó is foglalkozott vele, és nem fogjátok elhinni, de emberektől kaptunk kéretlen megjegyzést az utcán. Nem kivágott felsőben szaladgáló lánykák után fütyültek a könyvesek, hanem nekünk kiabáltak be a boltba emberek az utcáról, hogy hamarosan be fognak ám titeket zárni. És tehát ilyen szinten hatékony ez a gusztustalan lejárató média. Majd addig örülj, míg csak beordibálnak, és nem féltéglát vágnak be az üzlet kirakatán. Annyi vér azért nincs itt az emberek utcájában. De ettől függetlenül valami hihetetlen, hogy mennyire... Tehát ez egy agymosás. Igen, de ezért... Tehát Farsalinos most is kihangsúlyozta, hogy már megint rossz irányba megy a történet, mert már megint azt mondják, hogy milyen káros. Nem azt emelik ki, és figyelmen kívül hagyják, hogy a dohányosok számára ez mennyivel egészségesebb alternatíva, és direkt mondom az alternatívát, és dogmatikusan minden álláspontot, amit mondanak az e-cigaretta oldalán, azt vagy kihagyják, vagy egyszerűen azt mondják, hogy az már pedig nem igaz. És szaporodnak azok az állítások, amik vagy nem bizonyítottak, vagy csak az a céljuk, hogy az, aki bizonytalan, azt elbizonytalanítsa még jobban, és azt mondja, hogy ágyom a picsába, hát olyan nehéz beszerezni, szívom a cigit végül is, hát azt megvehetem, mondjuk nálunk csak, hogy mondják ezt, nemzeti dohányboltba, de azt hiszem, hogy Angliában is csak az utcán megveszed a trafikban, tehát... Simán. Tehát nem azt mondják, hogy... De jó, a WHO is mondja, hogy hát talán valamennyivel egészségesebb, de... És a de után mindig jön a... Tudod, ez egy ilyen kis felfutóág, és akkor utána úgy lefele.
És ugye ezt említi a jó doktor is ebbe a cikkbe, hogy arra vetemedik egy WHO tisztviselő a világon, hogy azt mondja, hogy az e-cigaretta károsabb, mint a sima cigaretta, mert a sima cigarettában van szűrő. Hát hol élünk? Hol élünk? Hát illetve ugye azt is megemlítette, hogy az a legszomorúbb az egészben, hogy van ez a, tegyük azért idézőjelbe, hogy rangos szervezet, fizet rengeteg, az analfabétát is idézőjelbe tenném, de rengeteg tudatlan embernek, hogy ilyen Twitter üzeneteket így a világba bele pittyentsen. És aztán tudjátok, hogy Twitteren aztán egy retweet mennyi idő? Körülbelül fél másodperc. És azt már meg, tehát Twitteren nem fog elkezdeni az ember arról beszélgetni, hogy ez most valós vagy sem. Egyszerűen csak elolvassa a sok szürke zajban, úgy is meg fogja találni, és mindig a legrosszabb embereket és a kételkedőket találja meg az ilyen. Sajnos. Hú, mindenkinek fönn van a vérnyomása, úgy hallom. Elég rendesen, igen. És akkor itt van, nem tudom, hogy ez a link ez ugyanaz-e, még gyorsan megkattintom ezt az AMCSI tudományos tanácsot. Nem, ezt nem láttam szerintem. De ez ugyanaz. Ez de, ugyanaz. Akkor ezt szerintem be se rakjuk majd, mert hogy van nekünk egy darab Darth Vaper nevezetű úriember ismerősünk, aki volt olyan kedves, hogy lefordította magyarra, és azt kérni is szeretném, hogy aki nem bírja az angolt, az caplasson föl a YouTube-ra, majd meg, hogy berakjuk a linket. Nem tudom, hogy ott így beágyazott formában látszik-e, de jobbról a negyedik gomb, az a feliratok a jobb alsó sarokban, és ott ki lehet választani a magyart. Én azt a linket kattintottam meg ma, amit te átküldtél, és azon egyből fönn volt a magyar felirat. Amit én illetve, küldtem át? Illetve ja. Én úgy tudom, hogyha van YouTube fiókod, és magyarra van állítva, akkor automatikusan fölteszi hát a magyar. Hát ez olyan felirat. Esetleges, tehát egyszer így jön be nekem, egyszer úgy. Na mindegy. Mondok egy egyszerű verziót. A vaper.hu-n, azaz a Villanypára Egyesület honlapján a sajtóhíreknél a legelső cikk, ott van alatta írásban a transzkript, tehát Dovi volt olyan kedves, és bepakolta írásban az egész hóbelevancot, úgyhogy nyugodtan el lehet olvasni az egészet, mint egy ilyen cikkszerűen. Rettentő jó összefoglalja ezt a fajta visszásságot, ami ezzel a... És végre valahára valaki... szemléletesen, egyszerűen érthető, tömör formában ezt így odavágta. Én csak azt az egy mondatot mondanám, sok mondatot ki lehetne belőle emelni, de ami kapcsolódik kicsit vissza az előzőhöz. Puszta józan ésszel és hétköznapi megfigyeléssel is belátható, hogy ez tűnik minden idők leghatékonyabb eszközének a dohányzás ártalmainak leküzdésére. És ezt nem Charlie Brown mondta a 8. B-ből, hanem mindjárt mondom, csak kitakarja szegény bácsi nevét folyamatosan a felirat. A Gilbertig tudtam elolvasni. Dr. Gilbert Ross. Na, Dr. Gilbert Ross egyébként, aki ezt az egészet kijelenti a kamera előtt, egy nagyon szimpatikus, nagyfülű, szemüveges, kopasz doktor bácsi. Nem tudom, minek... Az executive direktora az ACSH-nak? Így van, az ACSH-nak. Emellett 68-ban diplomázott a Cornell Egyetemen vegyészetből, illetve orvosi diplomát szerzett 72-ben. Tehát nem olyanról beszélünk, mint a Damien Tibi. Már elnézést, de őt nem fogom Tibornak hívni, mert nem tudom azt az embert komolyan venni. Szóval nem kis kaliberű koponyáról van szó, és hát igen, tanított is egyetemen, tehát hogyha az ő véleménye ez, akkor neki azért illene elhinni.
Valószínű azért érti azt is, hogy mi van az e-cigarettában, illetve mi történik az e-cigarettában lévő anyagokkal, Igen. és azok mennyire lehetnek ártalmasak. Ismeretlenül is azt mondanám, hogy szerintem ő benne volt abban a, nem tudom én, százvalahány emberben, aki aláírta a petíciót, és itt is leírta, alaptalan vádaskodások, hamis kijelentések. Igen, és a WHO Twitter feedjét is berakják. Nincs elég bizonyíték arra, hogy megállapítsuk, hogy az e-cigaretta segít a dohányzástól való leszokásban. Leírták augusztus 26-án, könyörgöm, hányszor mondtuk, nem leszokunk, leszarom, nem szokom le, átszokom egy egészségesebb alternatívára. De a WHO leírja, az úgy van. Elég szomorú. Nem tudom, láttátok-e azt a Euronews-os ilyen híradó snittet, ahol valami francia fogyasztói magazin vizsgálta meg, a napokban jött ki ez a videó egyébként, az elektromos cigaretta gőzének az összetételét. Hihetetlenül pánikkeltő cikk ez is. Látszik, hogy nagyon kéz a kézben dolgoznak a WHO-val. Mindenféle rákkeltő anyagot véltek benne felfedezni, akroleint, formaldehidet, mi volt még, formol, és mert itt valamilyen pirazin származék, vagy valamilyenféle, nem emlékszem pontosan. Arról viszont nem szól a fáma, hogy ezeknek az anyagoknak a mennyisége mennyi tulajdonképpen a gőzben. Lehet, hogy nyomokban felfedezhető, nek találta korábban több hozzánk, vagy az ügyünkhöz közelebb álló kutató is, viszont a nagyságrendek közötti különbség a hagyományos füstben, illetve a gőzben megtalálható ilyen, hogy úgy mondjam, káros vagy rákkelt anyagok mennyisége tekintetében valami hihetetlenül nagy a különbség. Azt hiszem a Flavor Borzasztó Art... nagy nagyságrendek, igen. Igen, a Flavor Art csinálta azt hiszem ezt a clean cell, vagy miféle vizsgálatot, ahol a kilélegzett, illetve a belélegzett gőzt hasonlították össze a dohányfüsttel, és valami ezerszeres, meg 400-szoros eltérések vannak, természetesen az elektromos cigaretta javára. Szóval mindig csak a félrevezetés, meg mindenhol. És úgy látszik, hogy ezen a héten a WHO-nak köszönhetően ezen volt a hangsúly. Lehet, hogy valami hétfői teambuildingen, vagy ilyen csapatértekezleten. Hát el kell küldenünk 500 embert a cégtől, nincs meló. Főnök, tudok valamit. Írjunk meg 20 tweetet arról, hogy káros és rákkeltő, és üldözzük tűzzel vassal. Jó, végül is, ja, ezzel egy csomó melót tudunk adni az embereknek. Egyébként a kis kopasz bácsi mondja éppen, hogy ez a szervezet, ugye az acsh.org, most már nem javasolja az orvosoknak, hogy mindenáron lebeszéljék a pácienseket, illetve hát ellenkezőleg támogatják abban, hogy sikertelen gyógyszeres, és az FDA által támogatott leszokási kísérlet, tehát raktapasz, rágó, meg az anyám kínja, nyugodtan javasolják az e-cigaretta használatát. Mondja ezt ez az acsh.org szervezet az orvosoknak. Bocsánat, ezt nem ők mondják. Az Amerikai Szívgyógyászati Egyesület jelezte, hogy a korábbi negatív álláspontját felülvizsgálta az elektromos cigarettával kapcsolatban, mert elvégeztek néhány új vizsgálatot, új bizonyítékok. Annyit mond a bácsi, hogy new evidences. És, ja, csak mert nem volt megemlítve direkt a szervezet, csak ennyi volt egy szervezet, ezért szűrtem le abból, hogy ő mint az ACSH. Nem, ez a Szívgyógyászati Egyesület volt, aki felülvizsgálta a korábbi álláspontját, és most már nem azt mondják az orvosoknak, hogy légy szíves, beszéld le a pácienst az elektromos cigarettáról, hanem hogyha az FDA-s módszerek, tapasz, rágó, szájspray, egyéb hülyeségek nem válnak be, akkor javasolja, hogy tegyen próbát a páciens az elektromos cigarettával. Azt is megemlíti egyébként, amit az előbb megemlítettünk, ugye, hogy kettő nagy szervezet van a háttérben, gyógyszer és a dohányipar, és az ő érdekük pedig az,
hogy az emberek tovább dohányozzanak, vagy eldobható e-cigarettát, amit persze az érdekeltek állítanak elő is, és tesznek bele 13-14 féle anyagot, mint amit te is mondtál itt az előbb, azt használják. De ellenmondásos ez is, az emberek tovább dohányozzanak. Hát nem fognak, megdöglenek egyszerűen. De ez a két dolog, a dohány és a gyógyszeripar nagyon egymásra épült ebben a kérdésben. Ugye a dohányos le akar szokni, mert A. nem bírja anyagilag, B. gyengül az egészsége. Elmegy, megpróbálkozik ezekkel a tapaszokkal, rágokkal, hónapokig senyved velük, majd visszamegy dohányozni. És nem gondolom, ti is próbáltatok már bármilyen alternatív módon, például mindenféle rágóval vagy tapasszal leszokni. Én a tapaszra emlékszem, 22 ezer, sose felejtem el, 22 ezer forintot dobtam ki az ablakon tapaszra, és utána szívtam tovább. Igen, nagyjából erről szól a történet, hogy szépen a pácienssel, a dohányossal pingpongozik ez a két iparág, és mind a kettő teljesen jól megél belőle. Hát illetve ugye ne felejtsük el, és ez kapcsolódni fog... Élni és élni hagyni. Kapcsolódni fog egy másik videóhoz, magyar videóhoz, amit itt elmond a bácsi. Ott a kormány, akinek szintén hiányozna az adó. Minél többen szoknak le, annál jobban csökken az adóbevétel. És ugye a cigarettán nem kevés adótartalom van, és ez is benne van a pakliban. És a magyar vonatkozása is lesz a azért valljuk be, hogy ez a trafik dolog, ez, hát, hogy is fogalmazzak, hogy ez ne legyen annyira bántó. Egyrészt velem jót tett, ugye, mert én azóta nem szívok cigarettát, illetve amit én látok, az az, hogy átterelődött a cigaretta forgalom, ha nem számoljuk a fekete forgalmat, átterelődött a cigaretta forgalom a sodrott cigaretták irányába. Pont ezt a kettőt mondták egyébként tegnap. Én valamelyik nap voltam odát a kisboltba, azt hiszem hétvégén átmentem így reggel kávézni, leültem, és leült velem szembe az egyik srác, és gyerekek, ilyet még nem láttam. Szögletes Marlboro sodró dohány. Soha nem volt. A Marlboro soha nem árult Magyarországon sodró dohányt. Most már van. Szinte az összes nagymárkának van sodró dohánya. Mert 25-30 szál jön ki 1000 forintból. Pont erre akartam kitérni, hogy ugye tegnap vagy ma hallgattam hajnalban a rádióban, hogy mentem dolgozni, és mondták, hogy talán egy éve van ez az egész dohány, hogy mondják ezt, mi az Isten? Hát, több mint trafik biznisz. Trafik mutyi. Igen, hogy ez a trafik történet óta a tavalyi időszakhoz képest 30% körül esett vissza a trafikok forgalma, és nem azért, mert leszoktak az emberek a dohányzásról, senki ne ringassa magát téfitekben, azért, mert kihangsúlyozták a vágott dohány és a csempészet. És a vágott dohányon kevesebb hasznuk van, csempészeten nulla, azaz 0 forint haszna van. Most akkor ki járt jobban? Már megint. Igen, ez egy roppant csúnya öngól volt. De kurva jól el lehet adni, mikor egy prezentációt föl kell rajzolni egy grafikonon, hogy ennyien dohányoztak, vagy ennyi száz cigarettát vettek 2013. augusztus 1-ig, és nézzétek, most csak ennyi, tehát kevesebbet igen, a lófasz. Most már nem cigarettát vesznek, hanem sodró dohányt. Meg kéne nézni, hogy ez mellett mondjuk az előre gyártott hüvelyforgalma, mert hányszorosa lett a 2 évvel ezelőttinek. Tehát vicc az egész. Igen, beszédes lenne, az biztos. És jelentgetnek ezt a följelentést? Már kitárgyaltuk? Kit jelentettek föl? Téged vagy engem? Nem. Akkor nem tárgyaltuk ki. Nem. Mi van? Kivettétek? Vagy mi? Melyikre gondolsz? A WHO perrel fenyegeti Bécst? Igen. Ott van a 6-os pont. Ja, hát akkor az a következő. Jó. És följelentem. Ja, nem. De. És följelentem. Charlie-t összelet keverve a középső sor. Micsoda? Mindegy, nem érdekes. És följelentenek. Tehát a
WHO azért, mert a Clive Bates az oldalán egy aránylag, én megnéztem ezt a logót, mindenféleképpen betesszük a linkjét, a WHO logót picit átalakította, tehát mindenki el tudja képzelni így a kék koszorúban a földgömböt, és a földgömb helyére egy koponyát rajzolt két csonttal. Igen. Két csonttal a helyére. Most azt tudni kell, hogy ez ugye, aki annak idején látta a pornó fickóról szóló filmet, aminek nem tudom, mi volt a címe. A Boogie Nights? Nem, tudod. Nem tudom, de el is némultál. Nem nagyon ezt hallunk. Nem, egyáltalán nem. Na, kapcsold le a pornó torrentjeidet, amiről itt beszélgettünk. Na. Na, tehát a Playboy ellen csinált egy igazi kemény pornóújságot, és abban az újságban, ez egy amerikai történet, hogy abban az újságban igen, a Hustler, az őt kritizáló papot úgy ábrázolta, hogy az édesanyjával a Larry Flint én, egyébként. Larry Flint, így van. A fészerbe, nem tudom én, szamára. Nem tudom, téged, ugye, Fifika, téged nem szeret az internet, mert szaggatsz nagyon. Valamit csinálj magaddal, mert más se hall. Egyébként igen. A szamárral csinálta az édesanyja. Tehát volt, megjelent egy ilyen grafika, és ugye a pap följelentette becsületsértésért, és az amerikai bíróság a Flintnek adott igazat. Most végig hallható volt, amit mondtam, gondolom. Igen, most nem cenzúrázott a router, úgyhogy hívd fel a szolgáltatót, és cseréltesd, mert 18 alatti routered lehet. Nincs jó, beállítva. Tehát szerintem ő sem követett el ezzel a logóval egyébként, amit azóta már levett talán az oldaláról a WHO kritikája miatt, de... Nem vette le. Nem vette le? Szerintem teljesen rendben van. Nem vette le, sőt, én ezt... Osszuk meg. Én ezt meg is osztom, igen. Letöltöm, download, image, hadd szóljon, és kirakom majd a fejlécbe. Igen. És ha már annyit beszéltünk erről a cikkről, én tovább lépnék rögtön a másik videóra, ami magyar videó. Szintén átvették a Tudományos Egészségügyi Világszervezet cikkét, és körítettek belőle egy 2 perc 17 másodperces híranyagot, amiben, ahogy említettük, akarata és beleegyezése nélkül Mujó is szerepel. De kár, hogy nincs itt. Megkérdeztük volna, hogy vajon az a vágókép hogyan került a Hír 24-be be, amit több, nem is tudom, talán egy itt, éve itt vagy. Itt van. Gergő, itt vagy még? Itt vagyok. Na csak téged is kérdeznélek, nem emlékszel, hogy kinek nyilatkozott a Mujó, mikor ez szerepelt? Mert emlékszem, ott forgott körülötte a kamera, fújta ki a gőzt, és azt hiszem, hogy beszélt róla, hogy ez az FVIS kezdeményezés volt talán, hogy ez mennyivel egészségesebb, és kicsit olyan visszás, hogy most meg hang nélkül kép, tehát ugyan a médiának mekkora... A pillanatra, amikor ott oda bevágták, de nem tudom, hogy mi volt az eredeti. Az biztos, hogy beszélt, de... Az eredetiben ő beszélt, és úgy tudom, még alatta is volt, hogy a Villanypára Egyesület szóvivője valami hasonló igen, volt. Igen. És hogy ennyit számít a szó, meg az, hogy vágják össze, most berakták úgy, mintha... Tehát ő ott egy ilyen negatív példa volt, és amire külön szeretnék kitérni, hogy nem... Most azért maradok csöndbe, mert várom, hogy kiírják a nevét. Török Réka riportja, köszönjük szépen. Beleszívok 2-3-at. Írd a neved. Lehet, hogy megvan. Orosz Zoltán. Olyan szívesen megkérdezném Orosz Zoltánt, akár a podcastben is, vagy hozzászólásban, vagy ha valaki ismeri a fórumról, vagy Facebookról,
Ugyan, kérdezze már meg, vagy irányítsa hozzánk, hogy mi kényszerítette őt arra, vagy csak a 15 perc hírnév, hogy szerepeljen elektromos cigarettásként, állítólag elektromos cigarettásként, ebben a riportban, egy ilyen riportban. Ja, aki már elvileg 3 éve használja? Igen, aki elvileg 3 éve és valami Helixet, avagy Blacky kazántárs elkeresztelésében Hallmeisert szív. És mint akkor tudjuk, itt, nincs olyan igen, kazántárs. Igen, nincs egy Hallmeiser. Igen. Demién Tibor, vezető, dohányzás, fókuszpont. Mindig a legjobb helyekre kattintok ebbe a videóba. Há, a hátamon felállt a szőr. Ezt nem csodálom. Na, és ami itt a legérdekesebb, azt mondják, hogy bocsánat, itt egy picit visszatekerek, 500 milliárd forint a dohányiparnak a bevétele. A dohányipari részesedés az elektromos cigarettának 2% éves 1 milliárd forint. És ami a legdühítőbb, azt mondja a következő, hogy a magyarok 27%-a dohányzik, és közülük 2% elektromos cigarettázik. Mi az, hogy és közülük? Én nem és közülük vagyok. Igen. Egyrészt, másrészt meg én nem tudom, honnan vették magát a statisztikát. Tehát, hogyha ott megnézed, akkor az a 2% az mennyi cigarettást jelent? 30 ezeret mondtak itt, ha 30. Videó szerint 35 ezer fő. 35 ezer fő. Hát nem. Miért vagyunk a találkozókon mindig 20-30-an csak? A rohadt életbe. Nem. Hol van tessék a maradék? Az a 35 ezer főnek odajönni. Hát, vagy először írják alá az F-is petíciót. És írják alá az F-is utána jöhetnek. Petíciót. Hát meg azért vagyunk csak 20-an, mert van, aki költöztet, Olaszországba nyaral. Na jó van, jó van. Eddig csöndben voltál, és ezt gyűjtötted magadba, de kérem szépen. Augusztus hónapban összvisz 3 találkozón voltam, tehát majdnem minden hétvégén, de egyiken se voltál. Hát én kérek elnézést, hogy nyaraltam, és költöztettem. Ezek ilyen szociális dolgok voltak, és választanom kellett, hogy családi béke, vagy kazántársakkal találkozgatás. Ugye azért egyet nem vethetsz a Charlie szemére, egy, Olaszországba is málnát szívott, 2, minden podcastet megcsinált. Tehát... Ennyi. És le is iskolázta az olaszokat, ami azt illeti. Igen, ez az mi volt? Várj, elfelejtettem. Hát amikor elmentem itt postolgatni, nem emlékszem. Jaj, hát én kérek elnézést. Fú, én éreztem magam kellemetlen nem, helyzetben. Nem, bement a málnás. A málnás Mystic Liquiddel egy olasz boltba. Ja, azt tudom. Nem, mert kapott valami finom fröccsöt is. Igen, amit ők fröccsnek, a spritz. De nem, most nem ez, hanem igen. Sajnos úgy mentem be, hogy vásárolni akarok, a végén úgy jöttem ki, hogy majdnem, hogy én nekem kellett adni neki liquidet, mert ízlett neki az enyém, mert ő ilyen intenzív ízeket rég érzett. Hát, srác, ez a vonat elment. De akkor folytassuk a nemzeti népbutítást, mert ez egy baromi érdekes kísérletnek is felfogható egyébként, hogy 25 millió légy nem tévedhet egyébként. Igen. És egyész szart. Nagyon érdekes, együnk szart, mert nemrégiben kirobbant egy ilyen hatalmas nagy őrület, hogy... aki ismeri, ismeri, aki nem, annak most majd elmondjuk, Gplet nevezetű varázshuzal. Ez a varázshuzal, ez abban merül ki, hogy ez sokkal jobban ízzik, sokkal gyorsabban ízzik, sokkal intenzívebben ízzik, sokkal gyorsabban hűl. Sokat gondolkoztunk, Gergő, szólj közben nyugodtan, te ismer veled is, hogy rendelni kéne, hogy... Nem, én már az elején... Tehát olvastam ezt is, hogy elvileg nem olyan egészséges, illetve nagyon vastagokat néztünk, és én amiatt is mondtam, hogy hagyjuk. Ennek is megvan az oka egyébként. Tehát valami kerítésdrótok voltak azok. Hát mondom neked a Gplatnél, mert a weboldal most is él,
ott a legvastagabb az 20 gauge, ami pedig a 20 gauge az 0,5 mm környékén van, az nem kevés. Bocsánat, a 20 gauge-es húzzal az 0,8-as, amit még nem, árulnak ne. A... Ja, bocsánat, igen, átmérőt néztem, igen, 0,8-as. Van 0,8-as, 64-es, 0,5-ös, 0,4-es, és szerintem a 0,4-es a legkisebb. Hát nekem meg már az túl van azon a határon, ami használható, esetleg dripperrel lehet vele bohockodni, de sok mindenre nem jó. Na de ők itt nem álltak meg, tehát elkezdték árulni a sima Jeepletet, ami egy ilyen piros G betűs logóval volt, és ott nézzük a 20 lábat, 20 dollárért árulták. Volt a kék, ami hogyha, hogy szokták ezt mondani? Nem tudom. Hogyha nagyon menő akarsz lenni, akkor te Jeeplet kéket veszel, mert hogy az elit. És ott már a 20, ott nincs is 20 lábas, a 15 láb van, és az is már 25 dollár, és akkor jött a következő, nem igazán tudom mi ez a Haywire, ez te vágod, Blacky? Haywire? Aha. Hogy ez is semmi. Nem tudom, hogy ez mennyivel másabb, mert itt mindenhol csak ár van, meg mennyiség, de semmit nem írtak róla. Itt a 15 láb volt 26,5 dollár. Én még annó elkezdtem vele levelezni, mint magánember, tehát nem az oldalt szólítottam meg. Most vissza akartam nézni a levelezésünket Facebookon, és hát ez az üzenet már nem érhető el, mert sértőnek vagy levélszemétként jelölték meg. Az emberre nem tudok kattintani, mert törölte magát a Facebookról. Megvan az Haywire, az a 0-20-as. Bocsánat, 0,20-as, már normál metrikusba beszélek, és AVG 20-as, tehát az a 0,8-as. Azért Haywire, mert bála kötöző madzag. Vastagságú. Bocsánat, igen, akkor tehát a 20 gauge az, és mert hogy a többiből 22-től van fölfele, illetve hát kicsit fura ez, mert ugye a gauge az minél kisebb, annál vastagabb. Nekünk meg ugye milliméterhez vagyunk szokva. Tehát ott az a még durvább vastagság. És aztán a minap elkezdett pörögni ez a Facebookon, ez a sztori, nem történetet mondtam, és én be is tettem az egyik csoportba egy levelezést, ami egy, bezárogatom itt a fölösleges ablakokat, a WHO-sat sajnálkozva, ahol is megemlítette az emberke, hogy volt egy ismerőse, akinek ledobta az asztalára, hogy nézd már meg, hogy mit tartalmaz, mert ugye ez ment mindenhol, hype-olták, és aztán jöttek, hogy mangánt tartalmaz. Káros az egészségre. Nézd meg, hogy van-e benne mangán. Na, és ami ezután kiderült, az a nem szép dolog, de beszéljen már más is, mert innom is kéne. Oké, itt van előttem egyébként ennek a húzalnak a kémiai összetétele. 2% mangán tartalmaz, ami azért annyira nem durva. Van benne foszfor 0,045% maximum, aztán kén 0,03% maximum, szilikon 0,75%, nikkel maximum 11 és 15% között, aztán króm 18 és 20% között, molibdén 3 és 4% között, és a széntartalma igen alacsony. Ez annak köszönhető, hogy ilyen dolgok vannak benne. Roppant egyszerű a megoldás, ez egy 317L elnevezésű rozsdamentes acél húzal, és azért vannak ezek a kitüntetett méretek árulva Jeeplet néven, mert ezeket a kitüntetett méreteket használják a gyöngyfűzőcskék előállításához. Ugye ott kint elég komoly hobbi ez a gyöngyfűzögetősdi, és sokan damil helyett acélhúzalt használnak, hogy tartósabb karkötőket, meg ilyen egyéb játszós ékszereket tudjanak készíteni, és ezek a leghasználatosabb méretek, a 24-es, 26-os, 20-os és valamelyik másik, így is lehet őket megtalálni a legtöbb helyen, csak ugye nem ilyen áron, és nem ezen a néven. Megnéztem
A véleményekre külön kitérek később. Megnéztem az árakat, és itt az adás előtt gyorsan átszámítottuk, összehasonlítva mással, és pont a Gergővel meg Fifikával ezen ötleteltünk, hogy azért van itt haszonkulcs dögivel, mert hogy az eBay-en megvéve, is attól eltekintve, hogy nem szállít Magyarországra, 400, mit mondtál? Nem láb volt ez. 400 hüvelyk, azaz 10 méter. 400 hüvelyk, 10 méter, az bődületesen sok, 1600 forintba kerül. A Jeepletet is átszámoltuk, forintosítottuk, egységesítettük, és kijött, hogy az 1600 forintból ők csináltak 16.000 forintot. Illetve nem abból, mert valószínűleg az 1600-on is bocsánat, már nem, nem, mert azt nem számoltuk ki, hanem kiszámoltuk, hogy mennyi volt 13-szoros? 13-szoros haszonnal. De még azt is kalkulált bele, hogy még amiről számoljuk, azon is van haszon. Akkor úgy mondjuk, hogy az mi? Eredeti vas húzal árának a 13-szorosáért árulták ők, és ennyit számít a körítés, a csomagolás, a marketing. Egyébként a cég, nem is értem, mert két Facebookos oldaluk volt, meg egy magánember, akivel lehetett irogatni. A értékelése az még jobban lement, most már csak 3,6, 25 pozitívval, és 11 volt, mikor én írtam, most én írtam egyet, az 12, most 13 van már, és itt valaki leír, hát nem akarok neveket mondani, de itt kilóban mérik a húzalt, és ezt viccen kívül mondom, Fifika. Igen. Nem mondok neveket. Profik kilóra árulják. És kilóra veszik. És kilóra veszik. Igen, tehát... Én egyébként kilóra veszem a kantát. Én is úgy vettem legutóbb, mert úgy lehetett. Érdekes, valaki beírta, hogy miután kiderült ez az egész mizéria, ő itt 10-szeres haszonnal számolt, törölték az oldalt. Aztán itt írja valaki véleménynek, hogy hatalmas csalás, ne bízzatok bennük, és leírja ugyanezt, hogy 317L. Aztán itt valaki, hát ezt nem írom, mert, vagy nem mondom, mert nem szalonképes, és most ajánlom, hogy mindenki nézze vissza azokat a videókat, amit mondjuk csinált a Rip Tripper, vagy bárki más, és az egekig magasztalták, hogy mennyivel jobb, meg mennyivel másabb. És mennyire próbáltál engem rábeszélni? Hát, hogy kipróbálni ki kell? Csak ellen. Kipróbálhatjátok, így van, csak most kereshetek valami olcsóbb forrást, mert most már tudjátok, hogy mit kerestek. Az az egyik. A másik, hogy nekem az akkor vált roppantul unszimpatikussá, mikor még a mangános történetet feszegetve többen kérdezték, és nem azt mondták, hogy természetesen az van, hogy vagy igen, vagy nem, vagy, hanem ügyvédeink szerint. És akkor nekem ez a mondat, ez így mindent elárult. Én ott azt mondtam, hogy akkor nem vagyok hajlandó több ezer forintot adni azért az akármennyi húzalért. Amikor több mással is tudunk 0,01-02 ómokat tekerni, igaz, Gergő? Na, tudunk, de nem akarunk. Na. Mi van itt? Megaóm parancsnok, meg szubóm kapitány. Kapitány. Nem ez a Godzilla versus Sharknado, vagy nem tudom, hogy mi volt annak a Z-kategóriás filmnek a címe, igen. Összecsap a két tábor. De Blacky... Igazából egy ilyen coil porn, vagy hasonló csoportból szerintem minket kitiltanának a túl magas ellenállások miatt. Tehát a... Igen, erről nem tudom meggyőzni Blackyt, hogy ez abszolút nem... Nem, tehát ott a félóm az szerintem az integrált patronnal egyenlő a szemükbe. Higgyétek-e, sajnos tisztában vagyok vele.
És most milyeneket tekersz, Blacky? Nem tekerek. Milyeneket tekerek? Leginkább 1.8 és 2.2 közé 0.3-as, 0.28-as kantállal mikrokoilt, vagy előrehegesztett 1.8-as, 1.5-ös, 0.16-os vagy 0.18-as húzallal szoktam az üvegszálasokat csinálni, attól függően, hogy milyen likvid, milyen tank, stb. Stb. Nem tudom, miért. Egyébként az perverzió. Várja, hagyjuk már Gergőt, mert nem beszélt idáig. De, csak még a műsor előtt. Tehát ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy nem, most megettem 20 kiló dinnyét. Nem, mióta elkezdtük, azóta nem ettem dinnyét, de most már szándékszok majd utána, tehát. Az a baj vele, hogy nagyon hamar megéhezett. Na nem is ez a lényeg. Az vetődött fel, hogy pont kérdeztem, hogy vajon az mitől van, hogy pár hónapja még a 0.2-es, 0.16-os húzalra esküdtél mostanában, meg mindig olvasom ezt a 0.3-as húzalt 8-10 menettel, csak nem tudtam a miértjét. Az teljesen más kérdés, hogy tanácsadásban általában, hogyha az embereknek baja van, akkor mit javaslok? Ugye tudom azt, hogy itt a legtöbben már rámentek erre a mikrokoil témára, ezért nem fogom azt hirdetni, hogy csak is a 0.16 meg a 0.2 a jó, nyilván. Ha az emberek többsége mikrokoilozni akar, mert nem akar belemenni olyan szinten a tekerésbe, hogy, mert tényleg azért lássuk be, egy üvegszálas tekerés elkészítéséhez lényegesen nagyobb rutin kell, hogyha ugyanazt a jó eredményt akarod elérni, mint amit egyébként sokkal kevesebb energiabefektetéssel egy mikrokoilból ki tudsz venni. Értem is, hogy miért akarnak többen mikrokoilozni, ezért kísérleteztem, játszadoztam, és ez az, ami a legbiztonságosabban használható, ez, amit a legtöbb VV készülék, főleg a 3 és 6 volt közötti tartományban pont jó meg tud hajtani. 1,8 ohm az a tartomány, vagy az az ellenállás érték, amivel például egy VAMO-t 6 voltig ki lehet hajtani, és azért tudjuk, hogy a legtöbb embernek ilyen VAMO kaliberű készüléke van, vagy SVD-je, vagy MVP-je, és ezek az ellenállás értékek, ezek a tekercsek a legtöbb készüléken, tehát a túlnyomó többségüknél jól fognak üzemelni. Ezért leginkább. Nem rossz egyébként az az 1,8 ohm két aksival. Jó van, csak szívom a véred. Nem, most azon... Hány aksi? Mert pont nem hallottam. Mondom, 1,8 két aksival. Hát az nem sok, az... Sőt. Sőt, Gergő jó. Már nyúlna a harmadikért. Nem, valami volt a fel... Ja igen, én is rendeltem, nem tudom miért. Ja, de tudom miért, majd mindjárt elmondom. Rendeltem hegesztett húzalokat én is. 500 darab húzal itt pihen, nem tudom mióta, hozzá se nyúltam. De azt az Atmisztik miatt rendeltem, lustadög vagyok, meg végre kicsit játszok majd megint a GT Dripperrel, és szeretném, hogyha közel lennének a tekerések a levegőjukhoz, és ott viszonylag nagy a kazánt érte, még a 23-as kazánba is. Ha kipakolom a szélére, jó hosszú lesz a lába, de nem is erre akartam kiukadni az előbb, hanem ugye mondtad ezt a mikrokoilt meg, hogy üvegszára azért nehezebb tekerni. Nekem esküszöm, ami a legjobban bejött, az a Typhoon GT-ben mikrokoilt tekertem, és abba üvegszálat, de hogy ugye ezt a kettőt bazi nehéz összehozni, és csak ezért utáltam meg ezt a sztorit, vagy oszi kedvéért ezt a történetet. Mert hogy ugye azzal úgy kellett játszani, mint a tű, meg az a tűbehúzóval, hogy megtekertem a mikrót, átfűztem, visszahúztam, átfűztem, visszahúztam, és mikor már a 8. vagy a 10. ilyen oda-visszahúzásod van, és már szoros, akkor na még abból az egyesből még egyet át tudok húzni, nem lesz túl szoros, áthúzod, akkor törik az üvegszál már, pedig bazi jó volt úgy, és azt a részét azt nagyon szerettem, csak az a szenvedés, ami a mikrokoilba üvegszál húzással volt, az rémálom volt számomra, de most inkább megint oda kanyarodok vissza, hogy csinálok egy mikrót, azt egy picit megizzítom faszán, hogy belülről kifele melegedjen, és utána egy picit, mikor tudod, mikor megmerevedik, és igen, mikor kemény lesz, akkor egy picit széthúzom két oldalról, és akkor gyönyörűen ugyanolyan távolságokra tudom széthúzgálni, és akkor
faszán, nagy területen, ja, és azt nem is mondtam, 3 millis fúrószára tekertem, tehát semmi extrém pici 2 millis, uh-huh. meg másfeles fúró, és azzal tökéletes tud lenni. Így van, egyébként az üvegszál behúzásának mikrokoilba is megvan a trükkje. Egy kis darab messel nagyon szépen és szorosra össze lehet fogni az üvegszálat, a mest átdugod, másik végén megcsíped és áthúzod. Nem tudsz annyit. Én nem tudtam annyit megcsípni, én próbáltam alufóliával, próbáltam az anyám kínjával, mindennel. Nekem ez jött be, ez a 0-20-as dróttal, tudod, odadugom, visszahúzom, odadugom, uh-huh. visszahúzom, ezzel lehetett játszogatni, de, uh-huh. de valóban. Ez a, tehát... ez a mesh, ez jó ötlet, én fóliával, alufóliával próbáltam, de azzal nem volt az igazi, bennmaradt a fólia. Igen, az könnyen szakad. A mesh viszont elég jó, meg ezt a mesh-t ezt ki fogom próbálni, mert a GS-be jó lesz. Ja, és azt akartam mondani, hogy ez mekkora poén ez a heggesztett húza, hogy 1.8-assal tekertem én is, és üvegszára isteni jó, tehát akárki, akár mit mond, ez az előre heggesztett húza, ez nagy eszméletlen. Fifika, öregszünk, na, tehát most már kényelmesedünk. Nem csak az, Charlie, hanem csak ott izzik, ahol kell. Mindig 1.8, nem kell vele... Ezért mondom, hogy öregszünk. Tehát szarozni. Van fontosabb dolog az életünkben, mint az, hogy visszatekerjünk egy menetet, meg húzogassuk a lábát. Most a Ripnek az egyik videóját néztem, ez az idióta, már megint mit csinál? Horizontál tekerés, hallod, és 0.32-ből horizontálba, és aztán köré a japán vattát, és aztán le a kis integráltba, aztán még körbetömködöm a japán vattának a szélével, és akkor utána, berakja egy Nautilusba. Hát nem egy nagy cloud chasing történet volt, cserébe elbaszott vele egy csomó időt, és nem tért ki rá, de bazi hosszú volt a lába. Senki nem gondol bele, hogy ezért is milyen kényelmes ez az NR húzal. Nem melegszik, nincs ott neked hotspotod, nincs szenvedésed vele. Piszak jó a kontaktja, tehát nem tudok rá rosszat mondani. Ráadásul az a húza szerintem egészen más, de hazudtoljál meg, Blacky, hogyha nem így van. Mire gondolsz, összetételre? Igen, az valahogy nekem másnak tűnik, az egy ilyen feketített, nem is tudom milyen. Ellenállás. Nem tudom egyébként, hogy ez a fekete cucc az mi rajta, de idővel az lejön. Igen, igen. Én azt eleve úgy is szoktam csinálni, hogyha megcsinom az üvegszálas tekerést, utána megy a csap alá a cucc, és utána száraz ízítással kiszárítom. Főleg azért, mert a vizezés, illetve a kiszárítás még likvidezés előtt szépen kicsit lazít az üvegszál szerkezetén. Tehát, ahogy megdagad egy picit, utána meg visszaszárad. Így van, és ahogy így visszaszárad, száraz ízítás után sokkal gyorsabban fogja vinni a löttyöt egyrészt, másrészt pedig az üvegszál íz eltűnik azzal, hogy kiégeted egyszer. Tehát az első beüzemeléskor is már tök jó íze lesz a cuccnak, nem kell egy fél tankot elszívni, mire eltűnik a nyers üvegszál íze. Gergő. A kezed íze az üvegszálon. Itt vagy, igen. Geri? Itt vagyok, figyelek. Figyelj már, te, mert... Nálad láttam legutoljára emberi méretekben üvegszálat. Te ezeket a 20-30 métereket ki szoktad főzni egybe, vagy hogy csinálod? Kiszoktam, de én ugyanúgy, ahogy most mondtátok, tehát én mondjuk nem vízzel, ahogy most hallottam, hanem én rendesen azt a likvidet, tehát ami kerül a kazánba, rácsöpögtetem, és gyakorlatilag kiégetem a friss tekerést. És fölgyújtja. Na jó, de azzal... Igen, tehát van, hogy... De figyelj már, Geri, hát azzal... Nem probléma, csak időben el kell fújni, hogy na jó, de azzal meg pont ráig a likvidben található akármi ízesítő, színező, bármilyen anyag, nem? Nem ég rá, mert ugye... Tehát végül azt csinálom, mint amikor kiégetett. Tehát én gyakorlatilag ezt csinálom. Mhm. Uh-huh. Azért gyullad meg minden kazán kezed ügyében. Vettem észre, hogy egyébként abszolút pozitív hatása van, tehát hogy a legkisebb mondta, például a kapilláris hatás is jobb egy ilyen, hát
tudom, előre bejáratott üveg szálnál. Jó, sose mondhatjuk, lesz. Mondhatjuk így, igen. Sose lesz olyan, mint mondjuk egy, mit tudom én, amit már 2 hete vagy 3 hete használ az ember, de valamivel jobb. Nem véletlen egyébként, hogy ezért írtóztam én ennyire a vattától. Én nagy üvegszálas voltam is, és vagyok is, és a vattát azt nagyon, nagyon utáltam, nagyon sokáig kellett győzködnöm magam is, hogy elkezdjem használni. És aztán majdnem olyan jó, majdnem olyan könnyű kezelni, de tudjátok, hogy milyen, hogy ha 3-szor tépsz le vattát, az 3-szor tök más méretű lesz, és szórakozhatsz ott a szálakat kihúzgálással. És aztán jött ez a Rayon Cellucotton, ami nekem sokkal jobban tetszik, mint a vatta. Jó is, hogy erről beszélünk, amikor valaki kérdezte. Nagyon régóta már azt és, használok. És a Cellucotton szerintem bazi jól vezeti a likvidet. Sajnos a japán vattát még nem tudtam, még az ára miatt sem. Meg nekem nem tetszik ez a csíkokban vagdosás, és olyan, mint a szendvics, hogy alulfelül vastagabb, és tehát ott is el kell találni azért, tehát vagy ez a Cellucotton, aztán most egy picit néha-néha visszapróbálgattam a vattára, hogy nem mindig a cellut gyepáljam, és már nagyon rossz volt használni. Egész más érzetre a szétszedni, a tépni, na és akkor pödörtem magam vissza az üvegszál felé, és most megint rengeteg kazán, hát rengeteg, hát ne túlozzunk, a Typhoonban ez van, a Pelzóban ez van, tehát napi szinten ezeket használom, az Origen klónban üvegszál van, de ugye azt is tegyük akkor képbe, hogy nem 2 millis fúrószárra tekerve kell oda a puffer ezekhez az üvegszálakhoz, hogy kigépel. Fasz, igen. Kell ezeknek a puffer, mert az üvegszál azért lassabban szállítja a likvidet véleményem szerint, mint mondjuk a Rayon, attól függetlenül, hogy összeesik, meg vatta, meg anyám kínja. Úgyhogy nem is tudom, szerintem az Origenben ez nekem kétszer 10 vagy 2x9 valahogy így van benne. Milliméterben. Tehát ott azért annyi bőven elfér ahhoz, hogy kényelmesen az ember tudjon cloud... Hát azt sem mondanám, hogy cloud chasing-elni, kicsit nagyobb gőzt eregetni, mint a hagyományos akármilyen integráltakkal, vagy kazánokkal. Én is próbálgattam sokat a vattát egyébként, de én végül amellett döntöttem, hogy jó, de csak mint totálisan kiegészítő, tehát semmit nem tekerek rá, hanem megtekerem az üvegszálas tekerést, és például a Kaifunkba is egy körbe fölülről behajtok egy vattacsíkot. A GS-be is raktam 2 kis pamacsot, tehát én eddig jutottam vele végül, egyáltalán nem ízlik, hogyha vattára van tekerve. Az érdekes, hogy ízre nekem a vatta így a 3 közül a 3. helyen van. Abszolút a 3., sőt, ha lehetne, akkor inkább legyen a 4. és a 3. maradjon üresen. Mit akartam mondani? Próbálgattam ugye ezt a Cellucottont, ott egy kicsit féltem az égéstől, ezért is egyszerűbb talán az üvegszálat, az egy picit megbocsátóbb a történet, ilyen szempontból történet. Ilyen szempontból, és ugye kiégetni is jóval egyszerűbb, mondjuk tisztítani, mint mondjuk, az sokan elfelejtik nekik, és nekem van olyan ismerősöm, én rosszul lettem, mikor megláttam, mert lusta volt, és fölhozza nekem a kazánt, hogy jaj, nincs íze, meg nincs gőze, kibontottam, és mikor nem látjátok a tekerést, mert egy ilyen koksz göb van rajta, hát mondom, ez mi, izzítok, és nem izzik, meg olyan gyakran merül az aksim, mi van ezzel? Hát, Csap, izzít, és nézd oda, a 0-16-os húzal is tök fasza. Szóval az lusta embernek biztos nem való. Jogos. És, ja igen, ezt akartam még mondani, amit az előző, nem tudom milyen kazánodban, videódban láttam, amikor pörgeted, mint valami vadnyugati western hős. Mert olyan jó hangja van. És a Watt, vagy a Rayon volt talán,
Igen, azt, igen, igen. Azt így visszahajtod a kazánba. Na nálam igen. Az majdnem ugyanolyan, csak én nem ezt csinálom. Ugye én GT-zek, és én hosszabbra hagyom a bajszot, nem vágom le, hanem amikor kijön az egyik oldalról, meg másik oldalról a cellu, megfogom, és a belsejétől kezdve, mint a kis kígyó, elmegyek a pozitívig, vissza a negatív, pozitív, negatív, a negatívval megállok, bocsánat, nem a negatívval, a bevágásnál, ami kijönne, uh-huh. És ott megállok a palásnál belülről. Utána én semmit nem szoktam rátömködni, és uh-huh. A szörcsenés sem. Tehát én furra kitöltöm, nem csak a bemarás előtti részt, ami megy a tekerésre, hanem az egész kazánteret, és világos. Valami vissza, tehát szerintem a GS-be is egy másfél-két milli lazán belemegy az első feltöltésnél, és nem szörcsen. Viszont én el szoktam piszkálni kicsit a tekerés négy sarkát, tehát a két pozitív, két negatív oldalnál egy-egy kis lukat, és akkor tényleg olyan, hogy de kémény hatás így löki fölfele a gőzt, és bazi kényelmes tud lenni. Tehát, majd, hogy nem ugyanezt valósítottam meg annál a kazánnál, amiről szó van az RSBT-nél, a Typhoon GT-met ugyanígy használom, ahogy te mondod. Nincs teljesen teletömve azért a kazántér, de van benne vatta vastagon. Én ezt úgy hívom, hogy a vattagát, mert nem lók ki semmi, de ugye meg a luknál, ahol beömlene a likvidot, egyből megfogja, és átitatódik vele, és miután szaturálódott a vatta szerkezete, nem fog tudni többet fölvenni. Úgyhogy teljesen jól működik, GS-nél is jól működik, fémszövet levezető nélkül. Épp mondtam a fórumban valakinek, aki szenved vele, és nem tudja beüzemelni a klasszikus módon, hogy vattából tekerjen egy kukacot, és azt szépen fektesse bele a tankfeltétbe, így ez a kis kukac befekszik oda a lyukak elé, a tankfeltét lyukai elé, és gyakorlatilag útját állja a leömlő folyadéknak, és úgy kell betömni a vattát a kazánba, hogy ez a vatta kukac érintkezzen a pufferrel lent a kazánban, és teljesen jól működik a GS. Három darab van belőle itthon, és egyikkel sincs probléma. Hát itt Fifikával ugye mi a nyuszi fűre esküszünk. Igen. Igen, de ezt most már ki fogom próbálni, bár nekem ugye az észrevételem a GS-sel kapcsolatban, hogyha leér a nyuszi fül, vagy a tekerés a kazán aljára, akkor ott elkezdi gyűjteni a levest, és előbb-utóbb szörcsögni fog, de ki fogom próbálni, viszont akkor nem hagyom olyan hosszúra, mint a nyuszi fülnél. De ez jó ötlet, mert a GS-nél a legnagyobb probléma minden kezdőnek egyébként az, hogy hogyan lője be a levezető szálat. Igen. Azzal szívnak a legtöbben. Önmagában azt kimerem jelenteni egyébként, hogy a folyamatosan használt kazánjaim közül a GS a legjobb ízre. Én azt mondom felújíthatóságra is, mert ez a nem menetes, hanem rápattintós történet is. Tényleg, ahogy épp a tekerésed berakod, ha merőlegesen, ha 45 fokban, mindegy, a vattád, ahogy áll, te úgy rakod rá a felső záróelemet és a levezető szálat. És én valamiért azt vettem észre, de hazudtoljatok meg, hogyha nincs igazam, hogy valamiért a kazántér és az tér nagysága és az ízvisszaadás között ilyen egyenesen... Fordított arány van. Hát minél kisebb. Minél szűkebb a kazántér, annál jobb ízeket. Nézd meg például a Veritas-t. Mint drip kazán, egy nagyon érdekes megvalósítása a sztorinak, mert a tekerés, nem tudom megmondani, hogy alulról vagy oldalról, mert tulajdonképp oldalról kapja a levegőt, de a kazántér, ha leveszed a kupakot, durván az 55-60% az tömör fém. Nagyon kicsi a puffer, nagyon kicsi helyen koncentrálódik a tekerésből kijövő gőz, és ezért direktben. Tehát nem szívod előtte azt, nincsen nagy mennyiségű átmenő levegőd. És azt szerintem... Nézd meg az új Genesis rendszerű kazánokat, most már mind arra hajt rá, hogy a nagyon pici legyen a légtér a izzószál körül. Teszteltem is talán egy-két ilyet, ahol ráadásul még a top cap, vagy... Igen, azt szokták beszélni. Azt is úgy, hogy az tulajdonképpen egy tömör fém darab, és
úgy van kimarva, hogy minél kisebb legyen a kazántér. De egyébként szerintem, most gondolkoztam, hogy Gerinek, amikor utoljára láttam szétbombázva a GT-t, akkor gyakorlatilag, ha te kitömöd pufferrel, tök mindegy, hogy vatta, a Gergénél üvegszál volt, ő kitömi ugyanígy, mint mi, csak üvegszállal, sokkal. Hogy szoktad csinálni? Mennyit raksz bele, Gergő? 4x2 mm, 2x2 lóki körülbelül, vagy kicsit kevesebb, és a másik, az pedig 2 egyik oldalra, 2 másik oldalra, teljesen körbevezetve. Hát körülbelül, hogyha már full száraz maga a tank, akkor még egy olyan, hát 10 lukkot még bele tudok szívni körülbelül. Jó esetben. Hát, mindez szóval... persze 24 watton, tehát azért az elég tekintélyes mennyiség. Nem nagyon szokott égetni. Na, csak arra akartam kiukadni, hogy ezzel is pont ugyanazt érjük el, hiszen az üvegszállal, vattával, tök mindegy mivel, a kazánterünket csökkentjük, a belső levegő űrméretét. Így van. És ezért érezhetjük úgy, hogy ízesebb, mondjuk, és ennek mond ellent a Prométej, de ez már... Ott valami trükk van szerintem. Hát ott a levegőcső szerintem. Igen. A trükk, hogy nem fölülről szívja, és szívja hát az üres semmit. Az oké, hogy valóban jobb az íz, de mondjuk én azt annak a számlájára írtam, hogy a léjellátása jobb a GT-nek, illetve én egyébként azért csináltam így mindig, mert ha csak simán kivezettem, és ami nem kell, azt levágtam, akkor sokkal hajlamosabb volt égetni vagy folyni. Tehát így gyakorlatilag töltöm, szívom, semmit nem csinálok vele. Én ezeknél a GT-knél mindig úgy csináltam egyébként, hogy kivezettem természetesen, de mit tudom is, én 8 milliket tekertem korbácsba, hármas korbács. Abból kivezettem mondjuk 6-ot, és a többit az pedig S-alakban szépen alulra, hogy a kondensz meg az esetleg beszívott likvidet, azt ő termelje vissza az üvegszállal. Ugyanezt csinálom én is gyakorlatilag, csak jó alaposan bélelve. És tényleg alaposan, ahogy megnéztem. Tehát éppen, hogy a letekerésnél tulajdonképpen az üvegszál dobta le magáról a kupakot a GT-ről, úgyhogy igen, így is meg lehet tekerni. És ezt mindig elfelejtem a videók elején mondani, pedig ez a mondat tetszik igazán kifejezetten a Buszárdónál is, a Ripnél is. A Toddot nem említem, mert nem értem, mit mond. Ritka az olyan ember, akit nem értek, de az íreket nem értem. Ő skót akcentusa van, és borzalmas. Scottot szeretem például. Hogy elmondják a videóikban, hogy az egy dolog, hogy nekem ez jön be. Lehet, hogy neked nem, lehet, hogy neked más, és lehet, hogy az is jó. Csak nekem ez olyan, mint hogy én esetek 60%-ában málnát szívok, más meg nem. Más meg birodalmi cseresznyét. Igen. Ez megmaradt, a birodalmi cseresznyé az egyik videódból bennem. Igen. Vagy dohányos, tök mindegy. A Gergőnek az jön be, hogy ilyet szív, ilyen teljesítményen, nekem az jön be, hogy ilyet, olyan teljesítményen. Vannak ilyen elvetemült fajzatok, hogy 2,5 ohm, meg 2 ohmon szívnak, lelkük rajta, de nyugodtan el lehet hinni a Gergőnek is, meg nekem is, hogy azért, mert valami mondjuk 1 ohm alatt van, azért még nagy gőze van, és íze is. Tehát, ha szar lenne, nem szívnám. Én ezt nem értettem, hogy egyszer valaki rám kente, hogy az én likvidjeimnek semmi íze nincs. Szerintem akárki kóstolta, találkozom, volt íze. Az lehet, hogy némelyiknek meleg a gőze, némelyik kazánnak, de mondjuk engem az nem zavar, mert már megszoktam. Viszont az nagyon zavar, és egyébként azért is használok mindent magasabb teljesítményen, hogy mondjuk például a múltkor egyszer kipróbáltam a V-modot, mondom, egy kicsit retrózzunk, és gyakorlatilag ilyen 10 másodperceket kellett belőle szívnom, hogy annyi gőz jöjjön, amennyire vágyok belőle. Tehát mondjuk amellett nem tudnék beszélgetni. Nem az lenne, mint a ciginél, hogy beleszívtál egyet, beszéltél, beleszívtál, beszéltél.
Tehát szeretem az abszolút rövid slukkokat, mondjuk vezetés közben is kényelmes, hogy épp, hogy oda teszem a számhoz, szívok egyet, kifújom, váltok, megint szívok egyet. Vigyázzunk, ablak letekerve. Hát az mindig, különben nem látnék ki egy idő után. Eleinte nem húztam le télen, mert ugye nyáron kezdtem el elcigizni, és akkor rájöttem, hogy föltűnt, hogy mindig olyan párás az ablak, de ezt már nem viszi le a klíma. Én meg mire akartam kiukadni, csak közben küldött valaki valami poénos videót itt nekem Facebookon, de be is zárom, mert nekem ördög bibliája. Volt a héten, és azt úgy kihagytuk, mint készülék. Micsodát? Hát a P3-at. Arról nem ejtettünk szót. Ó, hát talán nem kezdünk mondatot. Oszi volt olyan kedves, hogy a kettő darab P3-ból egyet felajánlott, és nem ingyen, hanem tesztelésre. És többen megnyomkoráztuk a készüléket. Eljutott már hozzád, Bleki? Nem, még nem. Jó. Diplomatikusak leszünk akkor, hogy neked is legyen még, meg nem is spoilerezünk túl sokat. Csak nyugodtam. Ami nekem nem tetszett, és az a minden, én, ha valami nem tetszik, vagy ha tetszik, annak mindig hangot adok. És valakinek vagy tetszik, vagy nem. De talán nem is érdekel. Hogy valamilyen fura oknál fogva a P3-nál nem sikerült beállítani a 23 mm-t. És ez lehet, hogy a 22,7 mm az majdnem 23, de ott van a majdnem. És nem jó rá a pont ezért az, ami a P2-nél, a P2-nél, akárminél jó volt rá, a patent Typhoon méret, nem jó rá, nem passzentos rá a Kaifun, az Elkönigin-ről már ne is beszéljünk, a 21 mm-ével. Mondjuk még mindig a GT mutatott a legjobban rajta, tehát ott azért nüansznyi volt az az eltérés. Igen. A kidolgozása bazira tetszik, a funkciókban el lehet veszni, a parasztvakítás faktor benne van, Sergei Bubka áttért a vaping világára, és itt is megint egy picit emeltek csak a lécen a P3-nál, de én úgy érzem, hogy most jött el az a pillanat, hogy, és még el is adtam az egyik P2 felett, hogy az újat megveszem, nem veszem meg. Visszavásárolod a régit esetleg? Nem, szerintem Danit veszek belőle. Vagy a következő 4-5 hónap kazántermését ebből fogom finanszírozni, vagy veszek egy új billetboxot, vagy az anyám tudja micsodát, de hát nem érzem azt, nem érzem azt, hogy instant get, és most... Hát én se éreztem ezt. Mondjuk már eleve az nem tetszett, amit Oszi is, meg te is írtál róla, illetve amit így hallottam, de hát úgy voltam bele, hogy például az iNak is mindenki szitta a gombját, hogy borzalmas gombja van. Úgy álltam hozzá, hogy kívülről nagyon tetszik, jól mutat a GT-vel, a beltartalom is szimpatikus, de hát annyira szidják a gombját, hát milyen lehet, és például én a kezembe vettem, és én mindig is imádtam azt a gombot, illetve majd újra imádni fogom, hogyha visszakerül hozzám, most nincs itt jelenleg. De a Provárinál inkább bebizonyosodtak azok, amiket írtatok, hogy ez valóban így van, ez az összes negatívum, és szerintem jobban jártak volna, hogyha régi utat követik, és a kevesebb néha több, tehát a régi menüt megtartva, kiegészítve egy-két funkcióval. Igen, csak a bazári stílus, a bazári funkciók miatt értsd, változtatható színű LED, OLED kijelző. Belevisz egy plusz menüpontot. Hot start, itt egy plusz, ott egy plusz, amott egy plusz, de látod, a Daninál meg tudták csinálni. A fölösleges, nem fölösleges, a kevésbé használt funkciók, kaptak egy menüt, az jó van, ha akarsz, belemész. Így van. És megoldották három digiten. Vagy bocsánat, három szegmensen. Itt nem, mert OLED kijelző, és nem is ez a
az, ami szarul jött ki, hanem hogy ugye kipróbáltuk azért azzal a 20 watttal, 100%-os cellával, és mennyi? Másfél órát voltatok itt? Hát én egy óra alatt azt nullára szívtam fel hővel. Egy óra alatt nullára sikerült leszívnunk a cellát. És úgyhogy már a végén már érezhetően gyenge volt. És hologramos volt az AV aksi? Képzeld el, nem raktam bele hologramos AV aksit, mert úgy döntöttem, hogy ha már beadta a derekát a ProVape, akkor tegyünk bele flat topot, és VTC4-jel hajtottuk, de hogyha beállítom a 20 wattot, akkor az vagy villogjon, vagy csináljon valamit, hogyha nem 20 wattot ad ki. És mi csak onnan vettük észre, hogy ez már nem annyi, hogy nincs annyi gőze. Igen. De 20 wattot ír ki. Én először azt hittem, hogy már mi képzeljük be, azért is került ugye vissza egy töltött cella. Ezt úgy mondjad, hogy igen, tudományosak voltunk, és ott volt egy monitor, 100-as cella, tehát ami kopra föl volt töltve, és azt cserélgettük, és hopp, egyből megjött a gőz. Tehát ezek a csatlakozója, az hát bárki az bármit netó, mond. Netó hazugság akkor. Vagy legalábbis a ProVape-től nem ezt várta volna az ember. Hát, ismerve főleg az előző három készüléküket, az 1-est, a 2-est és a 2-5-est. És ez azért is öngól, mert újítani akartak a csatival. Lehet egyébként, hogy ez nem véletlen ez a méret. Lehet, hogy kijönnek nem sokára egy pont ekkora kazánnal hozzá, ami natív csatlakozós. De ez mind csak lehet. És az összes többivel nem olyan, na, mint az AI a GT-vel, nem olyan, mint a kettőfél a GT-vel. Hát én, ahogy valamelyik nap neked is mondtam, amikor beszélgettünk, hogy én azt láttam az egészen, hogy egyszerűen ész nélkül változtattak. Tehát mindegy mit, csak változtassuk. Igen, valami legyen már benne, valami újítás. És azt te mondd el, mert aztán az lesz, hogy én köpködöm ennyire, de hogy szedtük le róla utoljára a csatlakozót? Hát te birkoztál vele, Felhő birkozott vele, és a végén én nekem sikerült, azt hiszem, két zsebkendővel. Ne, várjál, ne ferdítsünk. Csap alá raktam, mert olyan meleg volt, a csatlakozó rajta maradt, és utána egy békebeli egy forintossal tudtuk. Ja, tényleg, nem zsebkendő. Én kifárasztottam. És utána már, mikor lilult a kezem, akkor odaadtam neked, na és akkor sikerült letekerni róla, tehát Oszi visszakapja a készüléket, Felhő visszakapta a kazánt, és mindegyiken csak a saját dolgai voltak rajta, nem volt semmi plusz feltét a másikon. Igen, hát az szépen rászorult, pedig elvileg nem kéne neki. Mert ugye arról szólt itt a történet, hogy mekkora extra feature, hogy itt floating pin van, és trimmelő gyűrű, meg igen. A kutyaféle. Ezt a szót kerestem. Trimmelő gyűrű. Köszönöm szépen. Hájjal kenegetted. Én egy pozitívumát láttam a régihez képest, illetve kettőt. Az egyik az, hogy körülbelül 50%-os akkúig 20 watton tudom használni. Ebben már rögtön benne van a negatívum is azért valamelyest. Illetve a másik az viszont nekem nagyon tetszett, hogy gyakorlatilag ugye minden gombnyomásra vagy kigyulladt a kijelző, akkor láttam, hogy pontosan hol áll az aksi. Tehát nem kell menübe sétálni, stb. Kiolvasni, hanem egyszerre ránézek, és látom, hát, hogy illetve akkor tegyük azt is hozzá, hogyha mondjuk összehasonlítjuk az ájjal, akkor a Provari-nak a abban a pillanatban, ahogy lenyomod a gombot, abban a pillanatban érzed az izzítást. Míg mondjuk az AI-nál azért benne van egy kis delay a történetben. Igen. Akkor hármat találtam, ez jó, hogy mondod, mert igen, ezt kimondottan kiemeltem, hogy ez nekem nagyon tetszett, hogy tényleg úgy izzít, mint egy meha. Tehát nincs az a nagyon, nagyon minimálisat gondolkodik az AI is egyébként, tehát bőven benne van a tűrés határomban, pedig erre nagyon ugrottam például az ilyen régebbi PVM-eseknél, nem tudom, hogy a mostaniak csinálják-e, ezek a kínaiak, de ugye az első Etnák, Z-Maxok, azok egy igen tiszteset késtek.
izzításkor is, és elengedéskor is. Ja, most eszembe is jutott erről, amit érzésre olyan fél és egy másodperc között volt. Eszembe jutott, hogy mire, mit veszek helyette, tehát az egyik lett volna a Dani, a másik pedig a Ganai túró. Vagy hogy említettük, az Fifika? Szartúró bogár. Nem. Mi kultúráltak vagyunk. Ó, bocsánat. Én Ganai túrónak szoktam hívni. Nem tudom már, hogy ebben. Hát, vagy szartúró, valahogy így, igen. Tehát ez a még nem tudjuk milyen tájfun, de mintha fetes meha lenne. Vagy egy olyan, vagy egy Dani. Úgy érzem, hogy a két év garanciájával az oda tudna nekem verni. És ami mi zárjuk le a fikázását, mert azért mégiscsak egy prémium készülékről beszélünk, de ami nekem picit mellélövés a Provép részéről, hogy nem állnak le a 2.5-nek a gyártásával, ezzel párhuzamosan azt is fogják tovább gyártani és értékesíteni. Tehát ez olyan lesz, mint az iPhone 4, meg az iPhone 5 egyszerre. Majd a szegény gyereknek a provária lesz a kettőfél, és szerintem annyival nem rosszabb, mint amennyivel olcsóbb lesz. Sőt, talán árértékarányban még jobb. Igen, és ez szerintem az eladásokat is vissza fogja vetni. Úgyhogy nekünk ez volt hirtelen így a első, második délutánon a meglátásunk a készülékről. Egyébként tényleg minden szart megpróbáltak belesűríteni. A mi volt még az elmenthető prezetek, hogy legyen egy dripkazános prezeted, meg legyen egy akár egy vatelines prezeted, és akkor különböző LED színeket, hogy tudjad, hogy mégis miért szívsz, jó pofa. De igazából ez mit fölösleges? Szerintem. Igen, tehát nem ezért vépel az ember. Ez például fontosabb lett volna, ami az ájba benne van, hogy ugye bemész a menübe, és mutatja a terhel-terheletlen akkufeszültséget, mert az egy jó dolog, hogy jó, kírja százalékra, de ugye azt nem tudjuk, hogy például a cella mennyit térdel. Vagy hogy ebből a veszteségből, vagy az IQ vesztésből ebből mennyi a koszos menet, végig kell menned az egész kódszeráljon. Azt egyébként én még nem adtam föl, tehát majd ezt az IQ-t, ezt megnézem, mert szerintem ugyanolyan Noalox van a menetre tekerve, mint a kettőfélnél. Én ezt szépen féktisztítóval, vagy alkohollal kifogom onnan mosni, vagy izopropillal, és megnézem az IQ-ját, és aztán visszakenem a Noaloxot, és megnézem, hogy na, akkor ez mit számít 10 perc eltérésre. Azt mondanám, hogy szedd le a Noaloxot, használd pár napig, hogy legyen nyoma, legyen valami kosz, vagy akármi a meneteken, érjen meg pár aksicserét. A Szigeli 30 wattnál vettem észre ezt egyébként a nagy tüdejű kollégám, aki videóban is fújta a gőzt az RSBT-vel. Az ő Szigeliét pucoltam meg, mert gyanúsan nagyot esett vissza a feszültség, és látványos volt az akkumulátor indikátornak a mozgása előtte és utána. Lehet, hogy ugyanezt el fogom végezni majd kamera előtt a sajátommal, most szándékosan nem pucolom egy ideje. Csak így szemléltetésképpen ugyanazzal a cellával mekkora különbség elő tud jönni. Hát itt bizony a pucolás 2,5 voltot hozott a konyhára. Igaz, nem IQ-ban írta ki, hanem konkrétan lehetett látni, hogy 3 hétről visszaesik valami 3-3 környékére. De látható elég erősen. Egyébként pont az előző barátom, az Csabi barátom, aki ugye mindig hozzám hozza felújítgatni a GT-jét, és képes másfél-két hónapig szívni egy wattát, és ő panaszkodik, hogy aksi csere, vegyünk új aksit, gyorsabban merül, itt egy nap cserél 3-szor aksit, és meg csodálkozik, hogy én mekkora gőzt tereztek, ő meg ugyanarra van tekerve, és tud, ő ráadásul úgy izzít, hogy nyom, szív, elengedi a gombot, megint megnyomja a szív, és aztán csodálkozik, hogy hamar merül az aksi, nincs akkora gőze. Ez mind-mind olyan dolog, az öreg tekerés, a koszos tekerés, az igénytelen, nem tisztított menetek, ami úgy nem számottevő, mikor az ember azt mondja, hogy fó, lemerült aksit cserélek. Csak mikor mondjuk az az aksi, amit mondjuk 3, 4,
legyünk pozitívak, nagyon 500-szor föl tudsz tölteni, és aztán elér az életciklusában oda, hogy már nem bírja egy fél napig se, és vehetsz egy újat, akkor kéne elgondolkozni, hogy valamit nem jól csinál az ember, mikor egy ilyen aksit idő előtt el kell küldeni nyugdíjba. Vagy nem feltétlen kell elküldeni idő előtt nyugdíjba, mert tényleg csak a karbantartás hiányáról van szó, és előbb jelez merültet a készülék, mint ahogy valósan a cella lemerült volna. Képes az ember, és egyből kidobja a cellát, vesz egy újat, ahelyett, hogy tényleg megnézni azt valami másban. Igen, csak azt mondom, hogy ha ő ezt tartósan, és ő tartósan ezt csinálja folyamatosan, akkor ezzel azt éri el, hogy az aksi csórikám ezt eljátsza napjában 4-5 órában, eljátsza 2-3-4-5 hónapig, igen, és aztán szépen csökken, és aztán azt mondja, hogy ahogy. Persze. És ezzel nem tud segíteni, akármilyen menő töltője van az embernek, mert a mélykisülésből még talán kihozott, de elhasználódik. Így van. Mondjuk a P3-ra még egy nagyon picit visszakanyarodva, azért arra kíváncsi leszek, hogy a végleges verzióba esetleg mit változtatnak. Hát az ős szivatás lenne, hogyha a végleges méret 23 lenne mondjuk, vagy olyan szoftveres dolog, amit nem tudsz még a bétában mondjuk orvosolni, tehát nem olyan, mint az EV-nél, hogy rádugod az USB-t és frissíted a firmware-t. Igen, ennél vicces lenne. Mondjuk lehet, hogy úgy vannak vele, hogy hát azért küldtünk ki bétákat a resellereknek, hogy teszteljék, és végül is ez lenne az értelme, hogy igen, leszűrjük a véleményt, és aztán utána kidobjuk a véglegeset, de nem hát tudom. Én egyébként örülnék, ha jó lenne, mert nekem alapból az volt a tervem, hogy az ezüst színűt azt eladom, hogyha tetszik persze a P3, és akkor veszek egy ilyet. Csak én nem kapkodtam el annyira, mint te, és úgy voltam vele, hogy előbb várjuk meg, lássuk meg, és majd utána. Én úgy voltam vele, hogy úgy is van, tehát a fehér még itthon pihen, M-zárolva van, tehát azért nem maradtam provari nélkül, csak úgy éreztem, hogy most kell lépni, mert most még el lehet adni jó áron, és nem tudom, az idő majd eldönti, hogy mit szeretnék, de most úgy vagyok, mint Fifika. Dani. Igen. Azt a betyár. Egy ember biztos fog örülni, 1 óra 52 percnél járunk. Uh-huh. Attila lesz. Röngenszemű Attila. Ennek csak én nem örülök, mert ennyit kell most végignyálaznom majd adás után is föltölteni. De szerintem akkor itt rekesztjük be az ülést. Jó sok témát átbeszéltünk, és adjunk. Jó alaposan is. Hát az alaposságra nem lehet panasz, majd Oszi jön hozzám reklamálni, hogy lehúztuk az új provárit, ami még meg se jelent, kapok a pofámra. Oszi, ez egy ilyen történet. Ilyen, ez a popszakma, de nem húztuk le szerintem, tehát... Nem, meg minden rosszban van valami jó, tehát én például nyilván a jelenlegi vetélytársaihoz, ha lehet így mondani, viszonyítom, mint mondjuk a Dani vagy az Áj. Ugye az Áj-jal nagyjából egy árkategória, de egyértelműen az Áj-t választanám. Viszont árérték arányba a Dani, illetve méretileg, mert iszonyatosan kicsi, tehát hogyha mondjuk nem kimondottan a GT-hez vásároltam volna, és mind a három egy időben megjelenik, akkor biztos, hogy például Danit veszek. Tehát... Na ezzel én is így voltam, hogy Áj már van, mi lehetne helyette, és akkor jött ez a becsípődés, hogy vagy egy Dani, vagy az új Ganai túró, ami még nincs is. Hát az egy más, az egy ilyen kötelezően kell készülék, tehát. Hú, mit fogsz te ezért kapni? Jó. Hát én már előre vettem hozzá kazánt, úgyhogy. Azt hittem, hogy elővásárlási jogod van, vagy valami ilyesmi. Arról is be fogunk számolni majd, Gergő, a 26650 tripla congestious projektünkről, amint megjön a kazán, mert kazánt is rendeltünk. És az szép egyedi is lesz, hogyha tényleg olyan felületkezelést kap, amit beszéltünk. Igen. Nem a polira gondolok. Nem.
Úgyhogy tekerünk a Blackinek valami, mit tudom is én, egy ilyen nyugdíjas 08-at. És akkor, hát ha hazajön természetesen, mondjuk a téli Soproni Talira, amit most itt ötletszinten valaki felvetett, úgy olvastam. Na hát, ja, igen. Télen nem megyek Sopronba, ez most. Miért? Gergő szánkó... is mondta, hogy március-április az, ami a legjobb lenne. Szánkóznánk egy jó. Igen. Igen. Vagy mondjuk fakutyáznánk a... Dátumot, az nekem sajnos nem is jó szerintem. Sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz jó. Nem mindegy, gyerekek, addig még sok víz lefolyik a Dunán, aztán meg... Hú, azt hittem valami egzotikusabbat mondasz. Sok víz lefolyik a Temzén, vagy mit tudom is én. Ja, na, mi legyen a műsor címe? Annyit beszéltünk erről a rühes WHO-ról. Az az igazság, hogy én rákerestem a WHO történetére. Bejött a doktor Hú, bejött a Hú együttes, és bejött egy szám. Jaj, várjál, hogy volt? Na? Nem kezdem el énekelni, az nem én vagyok, az a Gergő, aki provárival ledobolja, de a... Ájjal doboltam. Őskövülettel nem dobolunk. Az a Who the fuck is Alice volt. Így van. De lehetne akár szerintem Who the fuck is WHO, de ez stíl az Alice is, úgyhogy szerintem így akkor van. Maradjon az. Jó. Who the fuck is Alice? Na, ez egy szép kerek 2 óra lesz. 1:56-nál járunk, egy picit majd vagdosok belőle. Csak a szüneteket. Na, jót beszélgettünk minden esetre, és a végére le is nyugodtunk a WHO-s témákat a hátunk mögött hagyva, úgyhogy örülök, hogy eltöltöttünk 1:56 értelmes dolgok átbeszélésével. Remélem, nektek sem volt unalmas. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.